Hellosztok, sziasztok, köszönjük szépen itt újra mindenkit egy újabb Don't Starve streamben. Hát a helyzet az igen, hogy nálam most egy kicsit késve indult ez az élőadás, de bocsánat, kifolyott a játék pont itt stream előtt. Na mindesetre toljuk tovább, én közben futottam a szervert, nem? És akkor tudsz rám csatlakozni. Már megy a szeru? Most kezdem elindítani, ha nem fogy ki még egyszer. Még nem látom, remélhetően akkor majd tudok csatlakozni. 6000 HP-ja van az Entlionnek. 6000 HP, hát az vajon mit jelenthet? Akkor vajon elegendő lesz nekünk két tentacle spike? Szerintem a mozgóznak is annyi volt. Akkor viszont arra több kell? Szerintem. De nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a mozgóznak mennyi van. Nekem is pont most írta meg Bence. Viszont most már tűzes kutyák jönnek, úgyhogy menjünk nagyon messze a tábortól. Hát jó lesz itt a triggernál. Ó, csak hát 400 élete van. Ó, hát nem biztos, hogy jó lesz. No! No! Már jönnek. Ez az. Ajaj! Én nem is tudom, hova menjek most így hirtelen. Ah, oh, ez az, ez itt a jó hely. Ez kell nekünk. Mit találtál? Ne! Oh no! Ne! Volt itt egy szemes növény, és azt hittem, hogy na, megvan, hogy hova vezetem őket, de hogy felgyullad a középső része, behúzza a szemeket. Ez elég beteg mégsem volt. Mégsem annyira jó. Itt van egy másik triget. Hála égnek. Gyere itt a catcoon. Egyétek meg a catcoont. Legalább abból is lesz egy kis húsi. A húsit amúgy megeszik, vagy csak megölnek mindent? Szerintem csak megölnek mindent. Amúgy lehet, hogy a húsit is megeszik. Do you guys planning to go to Lunar Island? Yes. We are planning. Menekülök! Köszi Krisztál a csillagokat! Aj, hova vigyem? Ezt a két kutyát. Nagyon rossz most nekem itt a szituáció, Bence. Hát, nekem mondod. Miért veled? Mi történt? Hát, semmi, csak én is tele vagyok kutyusokkal. Engem kettő üldöz még most, jó, de... Lehet inkább jobb, hogyha leállok velük harcolni, ki tudja... Á, nem, nagyon nem jó! Add vissza a táskámat! Ne, a táskám! Ez az, jó. Csak ne égjen el, mint múltkor. Ú, az olyan szívás igen, volt. Igen, most attól félek. Eléggé lent van az életem, 64 HP-n van. Nem baj, mert én bemegy a vízbe! Simán, még a tüzes is. Hát én ezt nem is tudtam, hogy ilyet is tudnak most már. Hát, amúgy ez egy eléggé szivatós kezdés volt. Áú! Szegény. Jó, gyert ide a bölényekhez, elvezetem. Külföldi nézőnek, hát mit tudunk így megmutatni? Azt, hogy milyen jók vagyunk a Don't Starve-ba, de mindjárt meghalok! Én is, konkrétan. Ja, yeah, planning to go there, but nem we are not sure that we can make it. Vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ez. Nem hiszem el, hogy a hülye bölény nem támad rá, meg fogok halni, Bence! Gyere ide! Ide hideg tűz? Van hát, itt a bázison igen. Megyek. 21 HP, 20, 19, 18. Számol vissza. Nézd, kapsz életet. Nekem is kell, azért. Töltök, mert neked tűnnek. Köszönöm. Úristen, ez most a legjobb dolog, ami történhet velem. Köszönöm. Imádjuk a Vortoxot, egyik legópébb karakter továbbra is. Na töltsük meg jól a flingomatikokat, aztán... Ja... I guess minden megvan hozzá, hogy... Oh, az mi? Vigyázz, Andi! Vigyázz a... Ez hogy került ide? Hogy került ez ide? De ne itt halljon meg, please, mert... Igen, az nagyon nem lenne jó. Kicsit arrébb viszem. Oké. Okay. Volt nincs. És az ott nem fog tovább terjedni? Hát... Éppenséggel flingomatikok őrzik ezt a helyet, szóval elleg nem. Hát jó, de lát... Ja, oké, felletek töltve a flingomatikok. Nem szóltam. És akkor te most már mész oda, vagy most nem, még csak, csak a Krampushoz. Hát, ha beadja most ezt a 0,1%-ot. Nem, egyébként csak 1%. Az nem is annyira kevés. Sőt, mit több kifejezett? Ne. Így is hát szívatos. Most már annyit megöltünk, hogy lassan. Ah, most már lassan ideje lenne. Csak kellene, hogy dobja. Na, hol jönnek? Ó, értem. 18 óráig tart az edzésed, azért az szóba. Jól eltölte rajtam. Igen. Én lehet, hogy vágok fákat, jó? Jó. Egészen nyugodtan. Hozzunk még több loxút kell. És még több fegyver az útra. Oké. Okay. Hát loxút az lesz a fából, úgyhogy... Ez kifejezetten jó is akkor. Szia René, nem maradtál le még sok mindenről, igazából nemrég kezdtük a streamet, egy kutyatámadás volt eddig. És most arra készülünk, hogy megöljük ugye az Antlion-t, amit ugye az előző streamben is mondtunk, a legvégén. Ugye most nyár van, és hogyha nem öljük meg, vagy nem engeszteljük ki, akkor folyamatosan alánk fogja rakni ezeket a
betört földkupacokat. Ja. Illetve Lunar Islandezni is szeretnénk, remélhetőleg belefér az időbe, és remélhetőleg meg fogjuk találni a Lunar Islandet. Igen, igen. Nagyjából most van sejtésünk, hogy hol keressük, ugyanis utána nézzük, meg kaptunk tőletek egy csomó jó tippet rá. Szóval esélyes. Mennyi arany. Imádom a pikinnél lesz az arany áradatot. Úgyhogy csak 3 jött. Hú, az elég pararéka. Na mindegy. Remélhetőleg nem fog jönni még most a triggert. Mondjuk hozhatnám a malacokat. Azokkal még egyszerűbb lenne kivágni a fákat. Ugye. Hozok egy kis mézet, lopok egy kis mézet. Hú, annyira imádom, ilyenkor olyan gyorsan termelődik újra. Én nem tudom, ez a Kinga Bocko, ez most tényleg angol vagy csak angol nyelven beszél, de mert rögtön úgy köszönve, hogy amúgy ő Angliában lakik. Sorry guys, I have to go, do my homework, bye guys. Hát, hello, hello, hogyha tényleg külföldi vagy. Ha nem, akkor nem. Akkor nem vesszük be. Igen, tudom. Na gyertek fát vágni. Nem értem, lassan már tényleg mindenki külföldi lesz itt a streamjeink alatt. Most már lassan az lesz a különleges, hogyha valaki magyarul ír. Igen. Van még magyar egyáltalán itt a cseten? Köszi szépen, Lina, neked is a csillagokat, kutyusoknak. 10-7-es széria, jaja? Durva, nagyon szépen köszönöm. Na, hát nem nagyon jól állunk sajnos, így armor meg úgy mindenügyileg. De valamit csak összehozunk. Nincs sok időnk már enhájönözni. Igen? Hát szerintem nekem igen. Most nincs bent a mod, szóval nem látom, hogy pontosan mennyi van még a nyárból. A felénél vagyunk, de tudod, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Igen. Köszi szépen, Dani, neked is a csillagokat! Sziasztok, jó játékot! Köszi szépen! Ideértem is... a sorozat többi részének visszanézésétől, mondjuk csak a harmadik résznél tartok. És közben köszönöm szépen Krisztinek a csillagokat. Bocs, hogy egy kicsit később tudtam beolvasni. Na most az a helyzet, hogy én úgy emlékszem, hogy elkészítettem ezeket a Desert Gaggles-okat, viszont most sehol nem látom. Nem adtam szerintem most csak el akartad, nem meglettek a receptek, én erre emlékszem, hogy utoljára azt mondtad. Jó. Nem tudom, lehet, hogy megeszik a rotokat és minden mást továbbra is. Elfogyasztanak itt mindent a bázison. Oké. Jönnek utánam, csak most vissza akartam jönni. Egy baltáért, de ha hozol nekem baltát, akkor tudok velük tovább fát vágni, csak most elfogyott, és mivel én nem ütöttem, ezért ők abba hagyták. Jó. Ah! Kicserem azért azt a kis mézet. Leszem a még live. Igen, kiraktam Instagramra is egy posztot, hogy írjátok meg, hogy titeket mi érdekelne most a legjobban. Most rátámadtak a méhekre, mert megcsípett az egyik. És még a most sem tudom, hogy pontosan milyen streamet fogunk tolni. Oda tettem a lehet baltát. Egyébként javasolni. Favágó helyre. Oké, és köszi szépen. De valami biztosan lesz. Beledudom, hogy egy fa alatt vágta a fát és triggered volt, csak álcázta magát. Igen, az elég kellemetlen tud lenni. Szóval, két futballhelmet, az biztos kelleni fog. És arra jönnek rá nekünk. Ezek a Desert Gaggles-os dolgok. Amikhez azt hiszem még több arany kellett. Meg nem is tudom pontosan, sok minden. Ugye megnézem a receptekbe, hogy van. Szorgosan szedem a fát, de... Miért hagyták abba? Most már nem hallgatnak rám? Ennyi volt? Ó, te jó ég. Hát lehet, hogy most már nem hallgatnak. Várjál csak, azért még tudnátok vágni. Nagyon sok disznóság kell, Andi. Mihez? Ezekhez a Desert Gaggles-hoz? Hát, azt látod, pont most teli holdkor tudtunk volna szerezni. Igen. Szóval ez most egy elég kellemetlen. Akár én is tudtam volna vinni a mörmöket. Igen. És azt hiszem egyébként, hogy durván nem is kellett volna... Aj, futballhelmeteket készítem, mindegy másra jó lesz, csak... Még egy biztonságot össze kell szereznem. Hát hajrá, Bence. Fashion Gaggles. Februárban lesz egy találkozó. Igen, több találkozó is lesz. A videós találkozó.hu oldalon mindig meg tudjátok nézni. Na, látod, itt is van a triggard, amiről beszéltünk. Csapjátok le! A videós találkozó.hu oldalon meg is tudod nézni, hogy pontosan hol, melyik városban, mikor lesz találkozó. Hűf,
Na jó, elmentek, most a mörmök harcolnak vele, nem tudom, hogy mennyit tudnak rásebezni, csak nekem jönnöm kell, mert megint megsülök. Isten, mennyi nyuszi? Szíjjel csak nem biztos, hogy olyan jó most ez a szituáció. Ne, ne, ne hozz ide! Hülye mörm. Meg is halt az egyik, hát ez... Hát mind a kettő. Voltak, igen. Nincsenek mörmök. Mindegy, legalább most már nem mérges rám, tehát hogy ebből a szempontból lehet, hogy jól jártam. Viszont akkor a békalábat meg ezeket berakom neked ide. Ez szomorú ezt látni, vagy hát valahol meg nem is. Van még aki itt magyar a streamben. Ezeket nem lehet összesztekkelni? Nem, marad akkor így kettő. És akkor ezt a halat azért csak fölvenném. Jaj, jaj, már nem lehet stekkelni a halakat. Aha. Ezt mindig elfelejtem. Nem, még nem voltunk. Még nem voltunk a Lunar Islandnél, még meg se találtuk, úgyhogy nem maradtál le semmiről, hogyha az érdekel a legjobban. Igen, a projekt a következő lesz. Lion King, ami Antlion. És aztán pedig Lunar Island, hogyha megtaláljuk. Nagyjából már van sejtésünk, hogy hol kell keresni, de pontosan még nincs meg. Amúgy ezeket a halakat te miért rohasztod itt? Mert nem, akkor nem lehet betenni a hűtőben is. De akkor, hogyha megölöd, akkor be lehet. Hát akkor be lehet, beletesszük. Úgy, mint a nyuszit. Most már úgy működnek. Aha. Beraktam két halacskát. Csak ez a spoiled fish-sel semmit nem tudok rossz kezdeni sajnos. Egy picit rossz, de nem annyira vicces. Tehát még nem hallok hangokat, meg ilyesmik. Miért jönnek olyan akkor ezek a kezek? Na. Egy biztonságért el kell mennem, és akkor neked is meg lesz a gaggles-od. Aha. Oké is. Most meg is vagy, hol fogom ezeket megkeresni. Szia Ricsi, üdvözöllek. Csináljuk akkor Loxutot? Magannak igen, de nekem már van nekem kettő van. Is. Van egy 100%-os, meg egy 85%-os. Akkor az teljesen jó lesz, akkor nem is kell. Akkor csak Tentacle Spike kéne még, mert nekem van kettő, de szerintem neked is jó lenne, ha lenne kettőd. Itt van-e Antonio? Jó, sajnos nincs. De úgy hallottam, hogyha beírjátok háromszor a nevét, akkor megjelenik. Van egy 37%-osom, meg egy 65%-osom. Az kevés lesz szerinted? Az... Már mennyi? Mit mondtál még egyszer? 37%-os, meg egy 65%-os? 37 meg 65, hát nagyjából a kettő együtt. Nem, akkor az jó lesz, akkor az úgy jó lesz. Ez egy teljes. Akkor csak egy disztosságért megyek el, és aztán mehetünk is igazából. Oké. Okay. Köszi szépen Dominika, neked is közben a 10 csillagot. Ez is megy tovább a menhelynek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Illetve nagyon szépen köszönöm, srácok, hogyha megosztjátok a streamet is. Igen, az állam is ugyanígy, meg ez egy ilyen ingyenes támogatási forma is, úgymond. Nyomtok egy lájkot, vagy megosztjátok, ezek mind tök jó fej dolgok, köszönjük szépen előre is, meg utólag is őket. Bepakolom akkor a fákat, amiket vágtam. Ja, ez nem fa, ez csiga. Majdnem ugyanaz. Még esetleg így ezt. Jó. Hát azt nézem, hogy mi az, ami esetleg még jó lenne, ha nálam lenne. Mi az? A trigger rögtön mellettem kibújt, de végülis nem bánt, csak ijeszget, vagy nem tudom. Hát azt tud, azt tud. Nézzük, ezek itt alszanak, de mindjárt majd rátámadnak a triggerra szerintem, és akkor lesz itt bunyó rendesen. Ott is van. Azaz. Ezeket a fákat viszont még összeszedem, nehogy itt felgyulladjanak véletlenül. Még akkor is, hogyha itt van a flingomatik, akkor is csak fölöslegesen gyulladna, hogy... Fingomatik. Nem mondjad fingomatiknek, az nem jó. Á, hát több is van. Hát így hívják, akkor nem lehet mit tenni. Na várjál. A fásláda viszont már majdnem, hogy teljesen tele van. Ezt a driftwoodot lehet, hogy arrébb raknám. Tandi, hozzak -e ó, ott van még egy biztoság. Hozzak-e neked egy fashion gekőzt, és készen vagy akkor a harcra? Hát, hogyha annyit izé elég szerinted Loxút, akkor igen. Is Andy character a goldfish? Igen. Yes. It's a goldfish. A cute little goldfish. Not so cute. De a memóriám remélhetőleg nem annyira jó, mint egy aranyhalé. Tényleg. Köszi, hát Alexa! Ez a tiéd, Andy. Mesélte Andi, vagy mesélte Bence, hogy tudok egy kicsit oroszul. Ez hát nagyon-nagyon picit. Kb. 3 hétig jártam oroszra. Igen? Oké, semmi, és majdnem szinte felgyullad itt valami a bázison, de nem. Jó, megvagyunk.
Meg vagyunk? Ja, meg vagyunk. Királyság! Viszek akkor magammal a kaját, aztán mehetünk. Itt van a kicsike, nézd, hogy befagyott a kis tiszta. Azt most is szét! Ad neked spiritet! Hát jó. Au! Mi az? Kiszorultak a lelkeim. Ja, nem figyeltél rájuk? Ja. Jól levitték a sanity-mat, mindegy. Hát egy kis életet azért még töltenénk magamnak. Meg van sanity töltünk? Van hát, csomó. Gomba? Aha. Jó. Töltöttem az életedet is, úgyhogy elvileg okés. Hát ez jobb lett volna a gomba evés után, hát, de köszönöm. Egyeket visz le, úgyhogy. Na jó, de az az egy is számít, ha pont azon múlik, hogy meghalljak-e. Zsombi már rögtön írja, megtaláltam Doggyennit a Minecraftba, csak angolul Szófiának. Meg a mikor lesz kérdéseket, imádom. Terjesztitek hát itt az ügyét. Szerencsés vagy, Miki. Na menjünk akkor. Gyújtsam fel a trigádot, az jó ötlet lenne itt a tábor közepén. Amúgy sose győztük még le, hogy most belegondolsz, sose győztük még le a Antlion-t ezelőtt. Igen, ez az első alkalom, úgyhogy kíváncsi leszek. Ez csak egy mini boss, de... Ettől függetlenül még tartalmazhat meglepetéseket. Ugye ismerjük a játékot, hogy itt a minibosszok is kb. Rohadt erősek, szóval... Hát nagyon bízok benne, hogy le tudjuk gyakni. Mindenki, aki most itt van, láthatja elsőbe, élőbe a próbálkozásainkat. Bárcsak Butter-t adott volna. Yeah. A Butterfly. Butter. És akkor, amikor beérünk a sivatagba, akkor már fel kell venni, ugye? Mhm. Jaj, de jó, jön a malac utánam. Nem baj. Fantasztik. Fantaszt pig. Sziasztok kecskék, hello, hello! Na innen kezdődik a baj. Mi az az Antlion? Kérdezi Patrick. Egy miniboss. Egyszerre egy hangya, és egyszerre pedig egy... Oroszlán. Oroszlán, igen. Nem jutott eszembe? És... Hello, Sophia! Két fontos dolgot ad. Azt hiszem gemet, valamiféle narancsárga gemet, és ilyen desert, valamiféle kis homok kockákat, amikből lehet készíteni ilyen teleport köveket, ilyen lazy desertert, vagy valami ilyesmi. Szóval, ja, egyrészt ki akarom engesztelni, pár peach tolja, hogy ne támadjon minket. Másrészt pedig ott nem akarjuk ölni, hogy még többet szerezünk belőle. Látod valahol? Nem igazából. Én sem látom sehol. Ó, oh, wow, valaki a volt sulimból írt. Hát Hali, üdvözöllek! Kicsi a világ, látod? Kaktuszt azért csak leszedem. Jó lesz ez még nekem? Itt remeg valahol a föld. Remeg. Szerintem itt lesz valahol. Szerintem ez csak a szokásos ránk idézi a gonoszságait, vagy nem tudom mi ez itt. Ah, tényleg. Viszont akkor kicsit távolabb megyek tőled. Pont itt a sivatagba kell Antlion-es könnie. Hol kellene, hogy legyen? Nem, nem tudom. Az oázis mellett szokott lenni? Nem tudom, szerintem az oázis mellett, igen. Hát mindjárt meglátjuk. Á, megvan, 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 tényleg az oázis alatt. Jaj! Azért, mert nekem úgy rémlik, hogy ott szokott lenni. Mit agresszívoskodik? Első Sophia. Találkozás, de jó, hát ezt sose láttam még ezelőtt. Ó, bakker, nagyon meleg van ebben a sivatagban. Na, ezt a tüzet kéne táplálnunk. Hoztál tényleg nyári tüzet? Gyere, 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 igen, a izé alá. Igen, én már izélek. Sütök, fagyok, nem fagyok, sajnos, bárcsak fagynék. Tessék, adunk neki ilyet, ezt szereti állítólag. Adott fölül van blueprintet, kap még egyet. Az nem tetszett neki, kiköpte. Adtam még egy blueprint. Lazy Desert blueprint, te is tanuld meg. A Lazy Desert az az, amivel lehet teleportálni, nem? Vagy azt hiszem, igen. Két teleport kő together-be lehet használni. Ha odállunk a két oldalára, tudod. Itt van a Csabusa. Csabusa is? Na hát ma nagyon kis családi streamünk lesz. Hát itt van mellettünk. Ja, azt hittem a... azt hittem a streambe jött be. Nem, nincs itt a rendes Csabusa, de... Ez a Dawnstar-os Csabusa. Neki menjünk így, vagy várjunk reggelig, biztos, ami biztos. Hát várjunk reggelig, hát lehet, hogy el tudja pusztítani a tüzet, aztán... Ja, igen. Leshetünk. Ez kellemetlen lenne. Na jó van. Tudom, Lara. Hát mondjuk... általában azért szokott minket nézni Antonio, mert pont a reggeli közben, meg ilyesmi. Úgyhogy tudom, hogy náluk mennyi az idő.
Kicsit fura az Antlion. Kicsit, hát igen, tényleg csabusás most, hogyha így megnézzük közelről. Valahogyan. Igen, csak a bajsza elég érdekes. Elég parán néz ki. Állítólag bezár minket egy helyre, és elkezd ütögetni valahogy úgy, hogy ilyen tüskéket idéz a földből. De jó. Tehát nem, nem nagyon lesz menekülés. Lehet, hogy akkor én ma mégse érek rá. De jó. Legyapjuk, legyapjuk. Megküzdünk vele. Kemények leszünk. Hát is zsákomat nem tudom hova rakjam, de ott csak nem lesz bőle gond. Ja. Eloszia, nem akarok semmi rosszat, csak felvettünk egy luxútot, meg én már egy kardal a kezembe. Tényleg nézegetlek is. Téged. Szia! Itt van ez a két tüskés dolog, meg egy páncél rajtunk. Igazán várjuk ezt a holnap reggelt, te mit szólsz hozzá? Megvakartam a seggemet. Hát, igen, kellemetlen ebben a ruházatban. Városba is. Kell neki egy Szimba. Fagyott heatstone, tényleg, és akkor, hogy elkezdődjön, ha egy fagyott heatstone kell neki. Miért? Nem lehet anélkül megütni? Ne szórakozzatok. Amúgy tényleg nem tudom meg... Tényleg? Na jó, van egy fagyott heatstone nálam, akkor én ezt odaadom neki, jó? És akkor te hogy fogod magadat hűteni? Majd megoldjuk. Na jó. 3, 2, 1... Let's go! Megette. Befagyott. Mi a homokvárat rakott maga köré? Úristen, ez olyan, mint Dingo Dyle az izéből. How? Crash Bandicootból. Ez Dingo Dyle! Tényleg? Nekem igen. Aztán mondhatod, nem crash-eztem. Au! Jó, jogat ránk sem ez. Ezeket a tüskéket amúgy be lehetne fagyasztani. Milyen aliterem segítesz nekem? De ütöm én is folyamatosan. Ah! 120 HP-n van már csak. Ne! Au! 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 Rám idézte a tüskét. Csak release, itt nem tudom megütni. Release, release, release. 2000 HP-ja van már csak, Bence. Jó, megyek. Csapjuk, azaz. Csak nem tudok innen kijönni, hűha. Egyre többet idéz. Szóval ezeket a tüskéket le lehet fagyasztani, és akkor lehet belőle azt hiszem üveget csinálni. Tankoljuk be, mindjárt meghal. Ezt sem betankoljuk, igen, ez jó lesz. 600 HP van. 300, kis homokpárakat épít. 200, 164, meghalt! Én is meghaltam! Mitől? Nem is néztem a HP-mat. Létezik az, hogy ennyit rám sebzett. Hát mindegy. Desert Stone dobott. Wow. Meg eldobta az izét. Amit odaadtunk neki? A trinket, ezeket a trinketeket adtad neki? Igen. Szegény. Megyek haza. Ezek egy, a te cuccaid lesznek. Kérek egy műrélesztés. Gyorsan visszajövünk, és akkor elvileg nem vesztünk semmit. Hát azért felszedem a husikat, meg ilyesmiket, de szerintem itt nincs semmi, ami igen elvenni. Így is, úgy is valószínűleg meghaltam volna hazafele jövet, ugye? Heatstone hiányába, de legyaptuk. Na, a végén egész sokat rám sebzett. Sokkal többet, mint kellett volna. Nem baj, azért GG. Azért GG, mert ilyet győztünk még rá. Csabus a homokvárat épít. Ez ilyen, igen. Csabus a homokvárat épít szimulátor. Don't Starve on belül. 2020. Köszi szépen, srácok, a GG-t. Most én vagyok a halfej. Na. Hogy észrevetett, hogy végiggyilkoljuk a YouTube-os ismerőseinket, tehát Varus már megöltük a Don't Starve-ban, Csabusát megöltük már a Don't Starve-ban. Ki lesz a következő? Csabiból... A Csabinyót is néhányszor a malacok miatt. Igen, Csabinyót is megöltük már a Don't Starve-ban. Hú, ezekből milyen jó címeket le lehetne lehozni. Igen, clickbait emoji-val. Van, aki ezt már kihasználná? Ne, kutyák, Andi! Ne! Most jöttek, szórakozol? Na jó, tudod mit? Rázd le őket valahol. Csak ne a bázisnál, please. Hát pont a bázis felé jövök, de jó. Akkor... Hiszem őket akkor a malac falu felé, vagy nem na, tudom. Az nem lesz jó, akkor azt felégetik. Akkor... Hát azt már úgyis felégették. Ne, ott ezt tényleg nem jó az. Akkor hova hozzam? Hogyha van ott Rigard, akkor max. Hát... Emlékszem rá. Az a baj, a malac faluk azok, azok nem termelődnek vissza, szóval nagyon értékes. Ez mi a szar? Egy kutya megidéződött ide hozzám is a táborba, és van egy trigger, akire rátámad, és felgyullasztja a dolgokat. Na jó, most flingomatik, most vesd be magad. Hát az az egy béka, nem hiszem, hogy meg tudná ölni a kutyákat. Flingomatik, te kezedben van a bázisunk élete konkrétan most. Itt egy pulyka! Támadjatok rá a pulykára! Az jó lesz! Emberek, most amúgy... Ezt úgy érezzük, hogy most egy centire vagyunk attól, hogy az egész bázisunkat is minden estén elveszítjük, mert felgyulladnak. Jaj, de jó lenne! Nem főleg, vagy... hogyha rollbackezni kéne, és még egyszer meg kellene venni az Antlion-t emiatt. Íjj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 
Jajjajjajjajj, egy-két dolog le is fog égni. Bence, ez nagyon nem jó, nem tudom semmivel sem megölni őket. Csak a karácsonyfánk ne. Csak a karácsonyfánk ne. Most komolyan, Bence, ott felgyulladt minden? A karácsonyfa, igen. Hát végül is most már úgyis le kellett volna szedni. Elmúlt vízkereszt napja, hát, de azért... ilyen mód... Viszont van rajta egy csomó minden, azért ez nem lenne jó. Hát ilyen módot se találtunk még arra, hogy a karácsonyfát lebontsuk, konkrétan tűzzel. De lehet gyorsabb, mint amúgy. Legalább a ládáinkat őrzi. Fú, bakker, nincs sok cucc benne viszont. Na jó, hát most nem tudtam megölni a kutyákat, úgyhogy bármikor jöhetnek. Kíváncsi, hogy mi lesz a... Majd lehet a mör... Hát szerintem a mörmökkel nem tudnának megküzdeni, mert nincs elég mörmünk ahhoz. Itt egy kutya! Úristen, Bence, mi van itt a bázisnál? Ezt mondom, itt tényleg dolgok. Gyorsan kérlek, élesz fel, és akkor hátha. Élesz fel. Itt egy trigárd, várjál. Igen, még el tudjuk oltani ezt a fát, hogyha... Á, valószínűleg ezenek már mindegy. Hát ez majd... Jeez, so close. Yep, so close, absolutely. Viszont... nem vesztek el azért, vagy a díszek. Hála égnek. Thanks God. Ujjajjaj, volt itt egy erdőnk, Bence. Ez a nyár, ez nagyon szivatós. Hát igen. Jó, néhány kutyát odavittem, csak a hátizsákom maradjon épp. Do you like? Híres hátizsákom. Palacsinta. Fel, benne van az Antlion. Jó hangulat. Ez mi volt ez a... Elég kellemetlen szituációba keveredtem, de amúgy mindegy. Mindjárt jövök haza, és akkor újraélesztelek. Bocsánat, Bence, hogy nem tudtam eddig csak. Nem baj, el leszek egy-két napig még itt, ez teljesen jó. Mi a karácsonyfánk? Ez mi volt? Winter Feast Table, mint én, ami karácsony, azt meg semmi. Ami karácsony, annak most már vége. Nincs karácsony többet, elmúlt ez az idő. Hello. Na jó. Szóval, hogy már lehet levehetném. Szóval, mi kell neked? Újraélesztő. Szerintem abban a ládában van. Aha. Nincs. Az a másikra mutattam. Erre? Aha. Booster shot van, Ashes meg Spider Gland. Akkor kell készítened. Spider Gland Teltél kell hozzá. Nincsen. Spider Gland kell hozzá. Ezeket el tudod ijeszteni? Aha. Ja, meg az életem. Az életed? Igen, egy adag... nem tudom mi... Grass és Nitra. Na várjál, eszek. Akkor meg kell az életem. Palacsinta is pancake, I like it. Na, mindenki szereti a palacsintát. Mindjárt, Bence, csak kicsit le kell, hogy pakoljak, mert tele vagyok. Nem baj, én eddig el vagyok. Jó, szóval kell Spider Gland, kell gondolom... Nem, az a booster shot-hoz kell, az a szúrós. Survival-nél van? Igen. Teltél heart, 40 HP, meg fű kell hozzá, aha. Fű van itt, hát nem túl sok. Egy kis fű mindig legyen, meg gyanta, azt ugye megtanultuk az asztronévből. Jaj, mindjárt elfogynak a lingomatikokban lévő dolgok. Yay! I'm back! Tessék! Visszatértünk. Na. Jó. Ez is valami. Kaptunk ilyen desert stone-okat, ezeket hova rakjam le? Valami, nem tudom, bossos ládába, hogyha van még ott hely. Ez a középső? Aha. Oké, és... Bence megölte a karácsonyt. Hát... Nem én öltem meg, a kutyusok voltak azok. Hát, de te vezetted őket ide? Hát honnan tudtam és volna... És mi legyen a karácsonyfadíszekkel? Azok amúgy itt maradtak. Azok itt vannak, igen. Tehát szellemre miért idéződik amúgy? 50 HP-n van. Szép. Nekem 61. Úgyhogy én se állok sokkal jobban, hogyha ez megnyugtat. Na. Van még egy Lazy Desert blueprintünk, az amit csináljak? Hát, tanul, föl, tanul meg. Már megtanultam. Ja, akkor nem tudom. Akkor... De tűzre bele! Ne, Isten őriz! Hát bolond vagy. És hogyha én mondjuk nekem kimaradt... Meg... Már elégett, úgyhogy most nem tudom. De miért teszel tűzre? Hát blueprintet nem teszünk tűzre. Hát de hogyha már nem tudjuk megtanulni, akkor minek tartogassuk? Csak foglalja a helyet. Na jó. Kell na nekem, jó, nekem gyorsan egy hit valami HP-t töltő kéne. Úgyhogy én lehet, hogy begombázok. Ott na nézd meg itt a kutya, nem hiszem el.
Na jó, elmentek, az most ráagrózott, úgyhogy lehet, hogy hagyni kellene. Ez az. Oh no, megint nincsen heatstone-unk. Esetleg egy heatstone-nal nem szállsz meg addig, ameddig vissza nem megyek odáig, hogy összeszedjem tudcaimat? Hát de, csak nem tudom én addig mit fogok csinálni, de odaadom. Hát muszáj addig itt a bázis környékén mozogni. Vagy elvihettem a bosstak a... nem tudom miért. Valamiért. Nem, odaadom a hitszonomat. Várjál csak. Szerintem van itt bőven projekt egyébként, igen, a bázis környékén. Köszönöm. Tessék. Na elmegyek is. Hú, mennyi mindenség van ott. Mi ez itt? Hány fagyott madár? Na ez legalább tölt rendesen HP-t. Csak aztán nehogy túl sok legyen a naughtiness pontom, mert ez elég kellemetlen lenne, ha ide idéződnének meg a bázis környékére a krampuszok. Okay. A keresőfát amúgy újra tudjuk craftolni? Hát szerintem még igen. Igazából csak egy izé kellett, és abba kellett egy fát belegültetni. Kérem a deserterödet is. Lazy desert? Vagy mi az? Desert gaggles? Azt. Gaggles? Tessék, gaggles! Köszönöm a gaggles-t! 1254 napja követ. Wow! Hát ez nagyon durva. Köszönöm szépen. Hát Bence, de gondolkozz a Donstert... De gondolkozz a Donstert készítőinek a fejével. Miért ne jöjjenek a kutyák a szellemekre? Valóban. Ez így kellett volna gondolkozni. Nem hittem, hogy volna, hogy tényleg jönni fognak a kutyákra. Tehát ez, hát ez elég szivatós ahhoz, hogy a szellemre is ráidéződjenek. Miért ne? Egyszer meg kimélyen a játék, de úgy is. Szóval, Bence, mit no? akartam? Az előbb mondtam neked. Nem tudom. Ja, karácsonyfát. Jó, hát el sem tudok mozdulni a tűz mellől, tehát hogyha már elmegyek a ládákhoz, már sülök. Tudom, én ezt nem tudom, hogy csináltak meg ezt a játékot, de... Nagyon okay. Szemét. Szóval kellett nekem, itt a structure-oknél volt, azt hiszem festive tree planter, két kaka kell hozzá, meg egy deszka. Úgyhogy azt most nem tudom lecraftolni, mert nem tudok úgy elmenni. Mondjuk a szétütöm... Hello! Krampuszok olyanok, mint Vortox, akkor Vortox egy fiatal krampusz, aki csalódott a fajtájában. Igen. Pontosan ez a egyébként története. Egyébként van ilyen kis mini-sztori. Azok minden karakternek van egy ilyen kis története, hogy mitől másabbak, mint a többi lény. Úgyhogy azt meg tudjátok nézni. Alapközép vagy felsőfokú angol érettségim van. Hát emelt szintű érettségim van, amíg középszintű nyelvvizsgának felel meg. Mert ötösre érettségiztem. Hát érettséginél ugye nem a közép-felső fok van meg alap, hanem emelt van meg alap, nem? Vagy normál, vagy nem is tudom, középszintű. Én is úgy tudom, hogy középszintű, az kész. Ki emlékszik már rá? Régen volt. Hát, volt megint egy erdőnk. Nem baj, legalább lesz szenünk. Csak úgy felgyullad mellettem itt egy dolog, pedig na mindegy. Szerintem azok a kutyák voltak, Bence. Mert én nagyon menekültem előlük, és valószínűleg utána jöttek. Igen, tudnék csinálni egy chill demoletet, és azt hiszem az hűt. Chilled? Hát valami ilyesmi, nem? Chill demolet, igen. Children. Jó, children emuletet. Gyerekek lelkével hűtöd le. Azért nem. És annyira mennek ezek a flingomatikok össze-vissza, hogy már a húst is lehűtötték itt a drying rack-en. Ugye sült húsból lett fagyott hús. Egy ilyet, mert Bence mindig csak zöldet ültet, meg egy kék gombát is ültetünk. Csak nyugodtan, hozok neked egy jó kis heatstone-t. Köszi. Igazából ebből mindig kéne legyen raktára nekünk is otthon. Hát igen, nem ártana. Amúgy most jöttek a kutyusok is. Én Dualnáj megkereste ezt a Lunar Islandet is. Not the child, Sophia. My hair is brown. Naturally, I dyed it. Itt van Sophia, megkereste, hogy eredeti a hajszínen. Ez egy durva lenne. Igen. Na, sokan kérdezték meg, úgyhogy annyira nem lepültek meg.
Na, hoztam egy csomó mindent, csak most. Jó, hogyha visszahozod a hitszónomat, akkor el tudok majd menni szerezni kis bölénykakkantást. Csinálok kettőt is, legyen későbbre. Oh no. Nem úgy died! Nem megöltem a hajamat, hanem die, mint beszínező. Meghaltam, ráhaltam a saját hajamra. Ráhaltam a saját hajamra. Előfordul ez bárkivel, aki ráhal a saját hajára. Itt egy 100%-os. Köszönöm szépen. Lehet most megyek, mert nem tudom mennyire vannak szaporodós hangulatban. Igen, amúgy ilyenkor jó este ezeket bevenni. Kinyírtam a saját hajamat. A Dawnstar van. Wow. Hát ez mi volt? Wow. Sound effects. Hello, hello, miről mártam le? Egy halálról, egy Lion Kingről, ami az Antlion. Egy jó pár kutyatámadásról, és majdnem arra, hogy felgyúlt az egész bázis. Meg hogy folytogatom a hajamat. Hol vannak a bölények? Kaptam ajándékot, kaptam ajándékot! Nagyon sok fa kell egyébként még a hajózásra is, tényleg azt is vihetünk majd. Ez veszélyes. Hát ez egy elég veszélyes epizód volt. Kakát szeretnék, minél többet, köszönöm szépen. Ezeket a mondatokat se fogjuk még egyszer Andi szájából hallani. Hát valószínűleg nem túl gyakran. Valahol itt még... hallottam a legyeket. Jó, több sajnos nincsen. Árulkodnak, árulkodnak. Na, miért nem tudtam kiszedni a mézet? Au! Majdnem megcsíptek a méhek. Hát jó. És akkor most már tudok csinálni triplentört, right? Trip. Remélhet. Tri. Trip a lantern. Rip. Rip a lantern. Hova rakja? Most olyan helyre kéne raknom, ahol nem lesz baj akkor se, hogyha kigyullad. Egy hajóval vagy kettővel megyünk. Ez egy jó kérdés, mert sok esetben jól jöhet a kettő hajó, viszont nincs elég összetevő, még így sem elég fánk, hogy mondjuk kettő hajót meg tudjunk csinálni. Hát ez lehet, hogy balta kellene, hogy a régi úgy, karácsonyfát szétverjük. Inkább hammer, nem? Az. Arra gondoltam. Szóval, ja, az lesz a terv, hogy most hozunk egy csomó fát. Szerencsére nem kell sokat vágni, mert már az előző részekben vágtunk. Úgyhogy, ja, felpakoljuk rengeteg toltozgató, foltozgató, meg regeneráló, vagy reparálós dolgokkal a hajunkat, és megindulunk méghozzá. Valószínűleg ebben az irányban lesz, jó irányba indultunk el múltkor a Lunar Islandhez. Csak nem kell ilyen messzire menni, tehát ez tényleg a világ széle, ennél sokkal közelebb van állítólag a Lunar Island. És az az érdekes egyébként, az gyorsan hagyd mondja még el, Andi, hogy jól sejtettük az elmúlt streamben, az olyan helyeket kell keresni, ahol látjátok, ilyen furcsán egyenesen le van vágva a világból rész. Mert valószínűleg erre még generálódott volna a világ, csak itt levágta a world generálás, és ide generálta valahova erre a részre egy Lunar Islandet. De sajnos, hogy ez pontosan hol van ez a területen, azt nem tudjuk. Ezt a részét már bejártuk, valószínűleg még ezen a részen kell keresni. Úgyhogy nem vagyunk el messze tőle szerintem. Ha ezt így kell követném. Jó, ez aztán szép izé, na drág. Azért ezt csak fölveszem. Hedgerows legs. Olyan, mintha bepenészesedett volna a halam alja. Fúj. Legyen két vitorla. Egy kicsit kiszörösödött. Hát, ha lenne elég pókhálónk amúgy, akkor lehetne két fish. Vitorla. Fishy fishy. Harry. You are a hairy fish. De rossz volt! Bocsánat! Nem bírom! Na, hogy van a Merm Kingem? Meghalt?
van itt egy kis hús. Meghalt! De ez ilyen hamar, izé... Mondom, egy szar. Kidöglik. Ne viccelj, már hány naponta kell ezt etetni? Better! Oh. Ja, hát most már nem gyantázza magát a halam, hát most előfordul. You are a Harry. Ezek a téli hónapok. Amikor az ember látna, mint egy atyuk. Micsoda? Semmi. Vannak ezek a képregények, tudod, hogy amikor nincsen barátod és tél van. Ja, igen. Hő. És akkor ez most itt izé magától elkezd királyoskodni? Ja, csak etetni kéne. Királyoskodni? Hát már leült, hogy ő lesz a következő király. Hmm. Hello Bence és Andi, egy kérdés tőletek, tőled és Anditól. Melyik játék volt az, amiben pozitívan, és melyik volt az a játék, amiben negatívan csalódtatok? Hát a negatívan most könnyen tudok példát mondani, a Cube World. Az ugye nemrégi végigjátszásból az egészen jól kiderült. Pozitív csalódásra... Nem is tudom. Arra viszont most nem tudok. Neked van olyan? Pozitív csalódás, ami azt gondoltam, hogy nem lesz jó játék, és aztán megtetszett. Igen, ritkán van az, amikor úgy állunk neki hozzá, hogy akkor tudjuk, hogy nem lesz jó játék, vagy úgy azt gondoljuk, hogy nem lesz jó játék, és mégis neki állunk. Szóval szerintem ez ritkán. Hát most gondolkozom, hogy mi volt az, amit nem nagyon akartam, de mások miatt próbáltam ki. Hát meg a Bed Wars az ilyen volt, de az nyilván nem játék, hanem játékmód. Aha. De pozitívat csalódtam, azt hittem, hogy sokkal rosszabb, meg ilyen nagyon izé... Ez a Skype PvP-s rohangálunk és csapkodjuk a másikat játékmód. Hát amiben csalódtam, nem nagyon tudok ilyet mondani igazából. Maga módján mindegyik tetszett, Bence? Jaj, úristen, de megijedtem, ezeket most ezek itt védve vannak elvileg, szóval nem kéne, hogy probléma legyen. Szóval nekem a legtöbb játék, amit le is húztak, az is tetszett, mert nem vélemények alapján döntök arról, hogy valami tetszik-e vagy sem. De amúgy jó kérdés nagyon. Nem is tudom most így hirtelen mit mondani rá. De jó, elérhet egy új Java update. Ezt az így kiírta neked. Meg hangot is adott hozzá, úgyhogy... Csak azért, mert a többiek Sanyit hallanak, hogy valami Windows hang megjelen. A többiek Sanyit hallanak. Sanyit? Sanyi. Ki az a Sanyi? Nem tudom, de azt hallják. Ez ijesztő. Úristen. Na, már van karácsonyfánk. Tényleg, ide jött egy újabb trigger, letelepedett. Nos, kedves triggert. Szeretne sokáig itt időzni? Jó uram. Hát nem fog. Majd én gondoskodom róla. Na, szép. Amúgy lassan megnő a karácsonyfánk, szóval újból fel lehet díszíteni. Ki jött már az új Sims kiegészítő? Én úgy tudom, hogy szerdán vagy csütörtökön jön ki, de a trailer végén meg tudod nézni, hogy pontosan mi a megjelenési időpont. A menetrendben mindenféleképpen be fogom írni, és akkor majd látod. Mert szerintem megjelenés napján már streamelünk is belőle. Kaját neked lesz? Kaján? Aha. Hát nem sok van nálam, úgyhogy azt mindenféleképpen jó lenne vinni magammal. Mindjárt megnézem, mit tudok készíteni. Köszi szépen zombi közben neked is, kutyiknak a csillagokat. Hú, ez a húsleves nagyon jó dolog. Hát én azt nézem, hogy max a gombából tudnék magamnak kaját csinálni, meg taffit tudnék még, de az ugye életet is visz le. Szóval az hosszú távon annyira nem jó kaja. Skyrim-el játszottam-e már? Hát nekem az kimaradt, de Andinak meg az egyik kedvenc játékam. Ezt még átbeszéljük, Bence. Igen. Köszi szépen neked is, András! Közben a 100 csillagot, ez is megy tovább a menhelynek. Nagyon szuper vagy, köszi szépen!
I'm really sorry, but I'm really sad because I can't meet with Antonio. Mondja nekünk, Sofia! Sofia Goldman! Oh. Oh, Antonio! Pedig azt hittük, hogy jönni fog. Hát lehet, hogy most dolga van. Az nem lehet egy Antoniónak. Egyetlen dolga csak Sofiával lehet. Olyan hülyék vagytok, Dávid-tel. Miért? Na, semmi, semmi. Na. Van-e nálad Spike, amivel tudok harcolni majd? Hát nálam van egy 36%-os, meg egy 15%-os Tentacle Spike. Az nagyon kevés. Valahogy sejtettem, hogy nem fog tetszeni. Hát nem. Na, elkezdett kinőni a kis karácsonyfánk. Valaki írt, Sanyi, rólam volt szó? Ezt nem lehet dekorálni még. Milyen fosz a karácsonyfa? Hát ilyen pici karácsonyfát hova dekorálnának, még nőnie kell. Hát mézet tudok magammal vinni. Azt talán jó lesz. Ott volt egy csomó répa, vagy azt megetted? Hát azt már megettem rég, persze. Jó van. Taffi viszont jót tett. Viszont akkor már készítenék magamnak izéket, úszókat, meg ilyen smiket. Ehhez piros gomba kellene, ehhez zöld gomba. Szerintem ilyen hát piros gombás kellene most leginkább, mert nyár van, ahogy nézem. Ehhez bifaló szőr kell, meg piros gomba. Megpróbálok akkor szerezni. Én nem tudom, milyen cuccokat érdemes így vinni magunkkal. Jó, nálam lesz egy Dark Sword, és lesz egy Logsuit. Ezzel úgymond felkészültem a... Nem készültünk fel ezzel, sokkal több cuccal kéne menni, de mindegy. Ennyit viszünk most részem, és ennyit viszek most az útra. Ha ennél kell több... Miért gyullad föl mindig minden? Itt egy kutya, ne! Ezt nem hiszem el, pont most jöttem ki. Jól. Ez mit tud? De csak 10 használat, hogy ez mi a tökömet tud equip? Jó, viszem a bölényekhez. De ezzel nem is lehet sebezni. Mit tudok ezzel csinálni? Mitől égett le a karácsonyfa? Hát a kutyáktól, a tüzes kutyáktól, amik nyáron jönnek. A híres tüzes kutyáktól. Maybe he had some programs. No, no. Antonio's not that kind of guy. Antonio-nak nincsen semmi programja. Antonio csak van. Szegény. És egész nap streamet néz. Nem, amúgy, neki is amúgy simán valami programja akadhatott, vagy nem tudom, mindig itt volt, aztán most tessék sehol. Szírszaró Antonio. Hogy mondtad ilyet? Cserben hagy minket, úgy. Na igen, amúgy én ezeket nem láttam, de ezeket kaptuk akkor a Desert Stone-okat, ezeket kaptuk attól a... Mézes kalács. Valakitől. Ez végre jól esett. Ant Lion-től, aki a Lion King. És megnézem, miket lehet belőle készíteni. Hát bölényszerünk az... van ugye? Van, az van. De nem olyan sok, de egy adag van. Maybe in another stream. Oh, no. Egy darab kell. Ne, kezdek kiszaradni! Hogy mondják azt, hogy remény hal meg utoljára angolul? Azt kéne mondani ennek a szerencsétlennek is. Lazy Desert, na ez kell nekünk. The hope fish dies last. Hope fish? Hát a remény hal. Ja. De rosszul hangzik ez így. Szóval... Hopfish, reményhal. Nem, erre van egy tök jó kifejezés, de nem jut eszembe. Most így hirtelen nekem sem, az ilyen szólásmondásokban sose jeleskedtem. Nem igazából értek ilyet. Hope dies last. Na, de nem, erre van valami szép kifejezésük. Boing! Maybe he just scared from me. Az lehet.
shared from me. Fél Antonio. Sophie at one. This could be an option. Jaj, akkor nem írunk. Igen, jaj, de itt van az Antonio, akkor igen, nem jövök nézni streamet. Sophie, nem? Ja, igen, fordítva. Sophie. Hol van a horgász bottyom? Itt van. Szóval itt van ez. Mert van egy ilyen Sunrise izém. Ó, ezt hol szereztem? Szerintem a tengeren. Sunrise spoon, meg spinner bait. Aha, és akkor erre kellene... De várjál, nem, ez bait, tehát hogy erre még egy úszót lehet csinálni? Megpróbálhatod. Ugye, megnézem. Van egy wooden ball bobble, bobber, hardened slip bobber. Hardened bobber. Bobber, bobber. De kettőt végül is meg tudnám csinálni, csak fa kell hozzá, meg driftwood. Hófis. Legalább megtanulom. What? Ki a kifagyasztottuk szegény Sophie, nem tudja mit kezdjen azzal a hófissel. Mondom, hogy valószínűleg ilyesmi nincsen. Hát azért mondom, hát nyilván nincs hopefish, magyarban sincsen reményhal. De, van. Hogy lenne, Pet? Úgy szeretem a reményhalakat. Na, mire elindulunk, elfogy a kaján. Úgyhogy most még egy adagot kell készíteni. Tök jó. Na, most már aztán úgy felszerelkeztem, hogy itt aztán már minden van. Hát kell is, akkor egy dolgot még hozzá magaddal, a gemes ládából azt a... Mit készítettem? Bence. Ne, vedd gúp. Szégyellem magam. Bevedd gúposztál? Bevett. Szóval? Hát azt a megfordítós medelt, ami Serenity-ből fordít, hát téged őrültem. Ja, a zöld, itt a... Itt ugye ez a Nightmare amulettet. Jaja, Nightmare amulett. Jó, oké, és hát nagyjából akkor én szerintem meg vagyok, bár 29-en van a Lux úton. Vigyek egy jobbat. Aha. So, Lunar Island? Yes, we are heading to the Lunar Island. Alig várom már, hogy el tudjunk indulni. Én most már úgy érzem, ja, ezeket kell másbár csak magamhoz vinni. Alig várom, majd feltérképezzük. Hát, ott van. Kardom az kb. Szinte sem ennyi, tehát hogy egy tentakkel spike-on van. Akkor készítsünk neked egy Dark Swordot. Ja, azt tudok innen venni egyet. Ja, akkor azt. Tehát akkor ez kell, hogy legyen. Csak nem látok semmit, köszi. De ez 1%-os, nem? 19. Mm. Van egy tentakkel spike, ez 56, ez jó lesz, 56%-os. Jó. Sapkád lesz. Jobb nem is kell. Ilyen világítós? Nem. Hát igen, meg Serenity töltő. Serenity töltő sem nincsen. 76%-os viszont tessék. A világítós. Jó, oké. Okay. Igazából szerintem mehetünk most még. Gyorsan megnézem, hát tudok mézet csenni. Ó, de hogy tudok? Ó, de hogy tudok? És akkor menjünk. Kell meg csak egy kis lélekkel. 26 méz azért csak pedig lesz. Egyre feljebb jönnek ezek a bölények. Igen, vándorolnak ide fel hozzánk. Okay, let's go to the Lunar Island. Hova mentek ti? Retkes seggű bölények. PvP király vagy, Lea? Hát, én nem annyira érzem magamat annak, de ja, igen. Sajnos ezért nem tudtunk készíteni, viszont... Oh no. Még jaj, egy... már nem is itt van a hajó. Igen. Még egy vitorlát sajnos nem tudtunk készíteni, de majd következőnek, ha lesz elég pókhálónk. Ami késik, nem múlik. Jó. Szólj, ha indulhatunk MNM-es küldetésre, ami a Lunar Islandhez vezet. Merre vagy? Nem találod a hajót, mi? Hú, magvakat nem hoztam. Az viszont kelleni fog nekem a csalihoz. Ugye megnézem, mi van még itt gyorsan, azért összeszednénk néhányat, hogy tudjak horgászni majd. Nos. Addig kinyitom ezt az ajándékot. Jó. Szóval egyébként is baromi idegesítő lenne, hogy végig ott mutogatja magát. Ja, na nézzük. Let's look at this. Egy gyönyörű szép cipő. De a szőrös talpú cipőm az jobb. Use later. Mennyi pókhálom volt? Még egy mag. Még igen. Egy mag, hát 6 darab, azért már csak elég kell, hogy legyen. Mi hát... is fogunk még majd találni a vizen is, nem?
Igen, csak a izéhez, a kit, a Steel Kithez arra nem elég sajnos. Steel Kit? Nem, Steel. Mi, a mag? Nem, pókhálóról beszéltem. Ja. Ennyi meg a magokról azért. Ott királykodik közben. Ott királykodik, de még nincs király belőle, mert megkinetettem, de most nekem kell inkább a kaja. Mehetünk! Jiii! Tényleg nem kutyatámadás után mentünk hajózni. Shit. Nem közvetlenül, de hát ha most szerencsénk lesz egyszer az életben. Mm-hmm. Hát ha mégis, pont akkor... Pont olyan nap vagyunk. Basszus, de tényleg mi legyen? Akkor most menjünk itt a part mellett. Félek nagyon a kutyatámadástól. Rájönnek a hajóra? Tehát beúsznak igen, és igen, rájönnek beúsznak és fel is gyulasztják, mert hát nyár van. Uh-huh. Szóval nem nagyon merek innen távolan menni most a parttól. Nem baj. Én elhorgázgatok addig. Hát így annyira nem tudok. Szerintem valahol itt kéne, hogy legyen. De hogyha most oda bemegyünk és megérkeznek a kutyusok. Felgyullad a madár! A vízben! A vízben. Ez a játék egy hülyeség. Aj, nincs nálam fa. Miért nem hoztam fát magam? Ja, de van fa, jó. Hű. Nálam van egy darab. Hát, emberek, mi legyen? Megkockáztassuk? Beindulunk. Hát itt a partvonalon végig mehetünk. Hát, de beljebb kéne menni sajnos. Azt vágom, csak hogy... Legalább itt akkor megnéznénk a partvonalat. Hát a partvonalat azt már láttuk, most annak ez a beljebb kell menni, az a felderítetlen rész. Hát de itt lent is meg lehet nézni, hogy például itt látod, van a sivatag rész. De nézd meg a izét, a vágását ennek az egész szigetnek. Volt egy olyan hányadék. Nem baj, csak sztikkek van vannak benne. Ez hogy került ide? Ez a mérleg, vagy mi ez? Ez a nagyi mérlege. Bye bye, hello Sofia, hello. Pont rosszkor, várt egész végig, hogy menjünk a Lunar Islandre, aztán erre, amikor indultunk, akkor lelép. Igen, nem tudok így horgázni. Vagy lehet, hogy másnak köszönt? Lehet. Könyörgöm, ne jöjjenek a kutyusok. Most az egyszer ne... Please, nekünk nem itt végünk. Nem szeretnék kutákat. Bencenek nem fognak kimenni? Igen, mindjárt arrébb kormányzom. Na, szóval itt van ez a hasadás. Általában elég nagy ez a sziget, szóval könnyű lesz észrevenni. És akkor erre kellene keresnünk? Igen, lehet, hogy el van vágva a térkép? Igen. Ilyen egyenes vonalban? Mint a ki lenne metszve belőle valami? Na, valahol akkor ezen a részen kell állítólag. Az a szomorú, hogy már megtaláltátok a Lunar Islandet. Hol? Örülnék is neki? Nem tudok róla. Bár lehet, hogy úgy gondolják, hogy ez annyira egyértelműen jelzi, nem? Hogy merre lesz, hogy... Hát, lehet. Hát, kit követnél, még biztos nem kötöttünk ki rajta, szóval... Srácok, olyanban nem tudok nektek segíteni, hogy egy fizetős játékot hogy lehet ingyen beszerezni, mert nem támogatjuk azt, hogy... Hogy ne vegyétek meg az adott játékot, főleg, hogyha egy olyan játékról van szó, amit egy ember készített önmagába. Hm. Az a néhány ezer forint igazán nem nagy összeg, és legalább támogatod a játékkészítőt, hogy tovább fejlesszék az adott játékot. Mi is megvettük, úgyhogy nem tudunk ilyesmibe segíteni. Rendszer azzal a szarval megidézheted a tenger erejét, kattints a vízre a szarval. És mi az a tenger ereje? Mi az a tenger ereje? Szia, Repi! Addig nem akarunk semmit sem megidézni, még nem tudjuk, hogy pontosan mit tud. Mert nálad van az a szarv? Nincs. Mondjuk a másik. Ja. Na hát, ha nincs itt, akkor nem tudom, hogy hol kell keresni. Ebben a vonalban tudom elképzelni egyenesen. Hát én nagyon félek most amúgy a kutyáktól. Én is nagyon-nagyon parázok, te jó ég, ne tudom meg mennyire.
Mondjuk én nem veszítem el a cuccaimat, de attól hát még... a hajó, amiben most már annyi mindent felpakoltunk, tehát ez nagyon sok nyersanyag. Ez gyertek! Nagyon-nagyon sok nyersanyag. Én azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogyha esetleg most jönnek és elveszítjük az egész hajót, akkor roll bekezdni kéne. Nope. Nem szeretném? Tehát ez legalább, fú, ez egy teljes stream, amíg ezt a rengeteg nyersanyagot összegyűjtjük. Ami ehhez a hajóhoz kell. Hullámokat tudunk idézni, 5-6 hullám. Na jó, de ez most miért jó nekünk? Mert köszönjük a tippet, csak... Oké, nem tudom pontosan még mire fogjuk ezt használni. Nem látszik a Nikó az, hogy hol lehet választ írni, ez érdekes. Ilyen bugot még nem is hallottam. Nekem eddig még nem volt ilyen. Hát elég szisztematikusan vizsgáljuk hát egyébként a tengert, szóval látjátok ezeket a hosszú, felfedezett vonalakat? Tehát e között, a területek között biztos, hogy nem fér el egy sziget, nem lapul meg egy sziget. Tehát ez egy nagyon sok helyet kizárunk, hogy ott nincsen semmi. Ez olyan, mint amikor Minecraftban direkt úgy bányászol, hogy két blokkot kihagysz. Tényleg igen. E között érsz, érsz már sziget biztos nem lapulhat, mert állítólag nagyobb annál. De hogy pontosan akkor hol van, ez nagyon jó kérdés. Nagyon érdekel már, hogy hogyan néz ki a sziget. Hát igen, mi se láttuk még, tehát nekünk is újdonság. Ez amúgy király, hogy így együtt tudjuk felfedezni a játékot. Olyan szempontból nem, hogy azért mi is bénázunk, tehát akkor egy első tapasztalatra mi is elkövetjük azokat a hibákat, amiket így a első alkalmakkor szoktak, tehát így a kezdőjátékosok. Nézzék, milyen más lett itt a tenger. Mm-hmm. Ilyen hullámosabb. De... Szerinted van ennek bármi? Hát ezt nem tudom. Ez itt úgy tudom... Ha mélyebb is lenne a víz, néz, olyan sötét. Igen, ez itt úgy tudom, hogy itt ez egy másik bármi, itt más halak vannak, és lehet, hogy itt van az az albatrosz boss is. Aha. De azt nem tudom, hogy jelzi-e, hogy a sziget közelében mikor élünk. Biztos lesz, Réka, a videóstalálkozó.hu oldal csekkold. Általában havonta föl szoktak kerülni új helyszínek, hogyha most még nem látod, de hogy mikor lesz, sajnos nem tudom. Tavaly voltunk Nyíregyházán, és biztos vagyunk idén is, mert nagyon jó volt. Úgyhogy nem tudom sajnos, hogy mikor, de hogyha megnézed a weboldalt, ahonnan én is meg tudnám neked nézni, akkor ott elmetem, meg fogod tudni. Voltak még sok. Rengeteg. Hát sóból szerintem van nekünk elég. Jó, hát én nekem van egy olyan megérzésem, hogy... Nem erre felé lesz? Ennyire már nem kell kijönni, igen. Hát nem tudom. És most menjünk vissza? Ja, kutyusok miatt félek, és lehet, hogy jobb lenne most visszafelé indulni. Ójjaj, itt a só áradat. Jajjaj, na most ezekre vigyázzunk. Le tudod csapni? Úgyhogy köszi. Jó. Jön még egy. Igen. Csak vigyázz a lelkekre. Igen. Nehogy túl sok legyen. El is dobom. Hogy dobálják ezeket a kajákat, karácsonyi kajákat? Oh, ne, ezekből nagyon sok jön, Bence. Tudom. Inkább horgonyozunk le. Megpróbálom kikerülni őket. Ez nagyon nem lesz jó. Hú! Hogy megindultak. Szerinted most... Jó. Ez egy kicsit ijesztő volt. Igen, ez nagyon para volt. Hú, oda bementünk volna. Ez az összes ránk jött volna, az nagyon gáz lett volna. Hú. Na jó, vissza. Menjünk egy másik egy ilyen kerülő úton, és hát, ha még több kutyussal találkozunk. De hogy jönnek? Ó, és melegszem. Oh. Léci, Csaba. Úgy. Csak néztem közben a csetet. Hát igazából pont előadás váltogatja, hogy milyen korosztály szokott jönni. Mi azt tapasztaltuk, hogy reggel szoktak fiatalabbak lenni, és inkább délután este felé az idősebbek. Valószínűleg azért, mert pont az idősebb korosztály nem szeret korán felkelni. Ja. Ilyen rendezvény miatt. A tárgyakat és az állatokat ellöki a hullámok. Hát mondjuk arra hasznos lehet, igen. Megidegesítő is. Ezeket a, hát de mondjuk ezeket a kicsiket, akik most így jöttek és megpróbálták szétszenni a hajunkat, ezeket így ellökni, azért ez jó, ez praktikus tulajdonság lehet.
Szia Armin, köszi szépen a 100 csillagot, múltkor pár percet tudtam bejönni, de a múltkori live-on akartam javasolni, megláttam a sztorit is. Castle Crashers-t ajánlom 2-3 emberrel. Jó, köszi szépen a tippet, nem ismerem a játékot, de majd megnézem, ha tetszik, akkor lehet, hogy megpróbáljuk. Csak most főként egyébként olyan játékokat vártam, így Insta-sztoriban, amivel egyedül tudok játszani, mert ugye a többieknek is azért van már beosztásuk, menetrend, ilyesmi, és nyilván nem akarom őket lefoglalni a hosszú időre. Hmm. Ott megint jelzett a térkép egyébként egy halas helyet, ami általában szintén csak az Albatrossnak a helyét jelzi valahogy, azt tudod, a kis halas minibossz. Halas helyet? Ahogy így fel vannak irajzolva ilyen halak a térképen, pont ahol most eljöttünk. Ja, az, aha. Én ilyet még nem is láttam eddig, ja, ott van még egy, aha. Kettő ilyet találtunk eddig. Na jó, most ha húzunk partra, olyan érzésem, hogy kutyusok jönnek hamarosan. Szóval lusták a magasabb korosztályban lévők, amúgy igaz, én is biztos későbbre mennék. Semmi baj, Miki. Nem várjuk el természetesen azt, hogy csillagokat küldjél. Így is nagyon szépen köszönjük. Remélem azért összegyűlik egy szép összeg, hogy majd tudjuk támogatni a menhelyet, de nyilván nem pont tőled várjuk el az összeset, úgyhogy remélhetőleg lesztek majd, akik még beállnak egy új érdekében. Ó, itt lesznek algák, azt viszont lehet, hogy én felszedném, vagy kelp. Kelpek. Na, például ehhez tök jó lehet állítólag ez a lökős dolog. De megint ott van egy ilyen cookie cutter. Cookie cutter! Megint ilyen sóbányához érkeztünk. És ilyen ember alakjuk van, meg ilyen kéz. Elég ijesztő, inkább ilyen féreg, nem? Vagy fé, az is igen. Inkább féregnek mondanám. De miért kell egyetlen értékes dolog itt? A só a tengeren, amit itt össze lehet gyűjteni, és erre tessék, ezt is őrzik. Miért kell még ezt is őrzni, és lehet, nem lehet kitakarítani rendesen, mindig visszajönnek. Hát igen. Ú, nagyon szépen köszönöm Armin ismételten a csillagokat, mind az 500-at nagyon durva. Köszi szépen, a jó ügy érdekében. Szuper vagy. Kicsit tudsz szemlélt győzni tűzre. A béka boss-t? Meglátjuk, igen. Mindjárt csak keresem, hogy mivel tudnék begyújtani, bocsi Bence. Azt hittem a magokat is rá lehet dobni, de az pont sajnos nem volt neki jó. Hát a béka boss az elég komoly. És az is elvileg egy mini boss, de hát felérne egy teljes bosszal is. Hát nem volt szerencsénk ezen a részen, most vagy tovább kell menni. Erre felé még. Ó, jaj. Kettő is. Meghaltak? Jó. Meg. Valami egy sebzet. Ja. De legalább most lesz ilyen shellünk, mert a múltkor azt hiszem pont ezeket nem tudtuk végül is elhozni. Szóval fura nekem. Lehet, hogy bejebb kellett volna menni. Hello, Dani. Még hello. Hello, hello mindenki, aki még csak most jött. Nem tudtok esetleg tippeket adni ehhez ismételten? Ennél bejebb kellett volna keresni ezt a szigetet? Vagy kijebb van? Vagy... Jól tudjuk ugye egyáltalán azt, hogy itt vannak ezek a levágások. És jó levágást nézünk el. Szerintem jó levágást nézünk. Vajon ez a részen kell jönni a sziget? Szion, hogy tudtunk motiválni. Hát Patrik, ugyanaz a program minden videós találkozón. Tehát, hogy azért nekünk ebben nagyon sok munkánk van, hogy ezt összepakoljuk. Úgyhogy nem is nagyon férne bele több 2-3 órába. Ugyanazok a programok vannak mindegyiken. De hát mondjuk az interaktív videót, Bence, te hány napig készítetted? 4-5 legalább? Igen, de az ilyen reggeltől estig, viszont ha hozzáveszünk azt is, hogy ugye nektek is így a ti részletek, vagy akkor nem tudom, ugye a szövegkönyvírás, kitalálás, szinkron. Stb. Igen, az úgy, mert több is volt talán. Mindenki ki felmondta, akkor hozzá se számoltuk. Hát ja. Beljebb kéne, hogy legyen, még ennél is beljebb, de az itt meg már a világ széle. Az itt a világ szélénél csak nincsen. Hát ki tudja, Bence. Na jó, mindegy, úgyis jönnek a kutyák valószínűleg egy vagy két napon belül, de legalább tavasz lesz, ősz. Ezért most kikötünk, vagy végig itt a part mellett, addig is gyűjtögetsz, meg tudsz horgászni, nem tudom. Megverjük a kutyatámadást, és aztán beljebb megyünk még ezen a részen.
Szerintem nem arra a Krampus bossra gondolt, van a nagy Krampus. De hát, főleg itt a karácsony event alatt annyira nem érdemes megölni, én úgy tudom, mert csak karácsony ajándékokat kap, amiket amúgy is kapnánk a fa alatt aludva, szóval ilyenkor abszolút nem éri meg Winter Feast event alatt megölni a Krampus bosst. Igen, utánunk úsznak a kutyánk. Igen, és megtalálnak bárhol, bármilyen messzire mentünk a tengeren. És hogyha Lunar Islanden vagyunk, bár akkor legalább van hely, ahol tudunk velük küzdeni, de akkor ott se sokkal kellemesebbek, mert ott van egy bizonyos százalék esély, hogy miután megöljük őket, újra élennek, és ilyen csontvász kutyaként még erősebben ránk támadnak. Azt a hányást kifoghatom? Hát, ja. Oda kormányzom. Köszi. Szerintem bal oldalt van a Lunar sziget. Bal oldalt. Te elméletileg ott kellene, hogy legyen, ahol le van vágva a világ. Igen, ez itt nekem eléggé erős levágásnak tűnik. És itt pont középre bejöttünk, ahol ez a levágás történt. Meg a másik helyen meg el is mentünk a pálya széléig, szóval... hát ha csak nem itt van. Hát ebbe kell up volt, mindegy, az is jó. Ó, köszi szépen, Henny. A csillagokat, illetve amit írtál, azt is. Holnap lesz mindenféleképpen Sim stream. Most már így is, hogyha ma jött ki a kiegészítő, én úgy emlékeztem, hogy csütörtökön jön ki, de akkor holnap lesz. Már csak azért is, mert szeretném tájékoztatni az embereket, és akkor a holnapi 100 boba kihívásba szeretném felhívni a figyelmet majd arra, hogy tudjátok pontosan hány órakor lehet jönni, mert nagyon sokan ugye nem követik azt, hogy itt mi történik, csak akkor, hogyha kirakok egy posztot, vagy videóban elmondom. És azért egy új kiegészítő, az szerintem sok ember számára érdekes lehet. Úgyhogy akkor holnapi nap lesz. Holnap sztárgyúvelizünk, ugye? Én úgy tudom, hogy nem. Csütörtökön sztárgyúvelizünk. Akkor holnap mit játszunk? Holnap reddedezünk? Aha, holnap redded, rémlik. De a menetrendben egészen pontosan megvan adva. Megnézem majd akkor, és akkor úgy összeállítom. Itt vagyunk viszont már a partvonalnál. Jaj, ez jó ez amúgy ilyen szempontból. Jönnek kutyusok, akkor bármikor ki tudunk ugrani. Igen, lesz ma még stream nálam. Bencinél már volt, úgyhogy gondolom Bencinek ez a mai utolsó, de nálam még lesz. Érdekesség, azt tudjátok el, hogy a magyar történelmet több ország is tanulja, például Oroszország, Németország, Románia, Szlovákia, Ausztria, Csehország, Lengyelország. Hát amúgy egy Európához hozzátartozik a magyar történelem is, tehát ugyanúgy az ő történelmük. Szóval. Meddig akarsz felmenni odáig a... Hát onnan, igen, ahonnan jöttünk az öbölig. Én innen meg ki tudnék szól hoppolni. Szép. Még nem tudom, Sebastian, azért nem mondtam, hogy mi lesz. Meglátjuk. Majd szerintem itt a legvégén megszavazzuk, hogy mit szeretnétek látni. Van egy-két ötletem. Ah. Ott is van egy ilyen Ocean Debris. Ki szeretnéd fogni? Még lehet kifogom. Hát, ha van benne valami érdekesség. Lehorgonyozzak? Hát... Tessék. Nem tudom, hogy oda... Aha. Na nézzek, most se oda dobta, hihetetlen. Hát valószínűleg menet közben egészen más. Hogy jön felénk? Ne! Ez mi volt? Elszakadt. És még az az összes izém, csali, mindenem. Oda lett így. Na mindegy, remélem megéri. Na, egy kis toll. Ő volt benne meg toll a király. Ezért már megérte. Ez a tollat nem is tudom bubblernek használni, vagy ilyesminek. Köszi szépen Norbi a csillagokat! Jár érte természetesen a szívecske. Ha, mindegy, megérkezünk hamaros a partra. Következő egy csak még vagy két vitorlát. És olyan sebességgel fogunk így megindulni. Melegem van. Begyújtottam a tollat. Szóval ja, ez lesz akkor a terv. Felfedezzük a maradék rész, legalábbis nekem. Felfedezem a maradék részét még itt ennek a területnek, amit még nem néztünk meg. És most végre van idő felfedezni bőséggel, hiszen ősz következik, vagy ősz lett. Aha. És aztán pedig megjön egy kutyus adag, és aztán pedig csinálunk még vitorlát, és megindulunk nagyobb sebességgel ebbe az irányba.
Csak aztán azt ne pusztítsa el semmi, please. Ez a hajó akkor már, ha lesz rajta három vitorla, nagyon értékes lesz, az 24 pókhála, hogyha jól számolom. Vagy 23. Hát, nem tudom, ki kell számolni. Én már viszont leértem. Köszi szépen. Léptem, kösze fuvart. Én vagyok az, aki csak úgy lelép és nem fizet. Igen. Ó, oh, bakker. Jós. Jajajajajajaj. Három dolgot, ami nagyon fontos ebben a játékban. Hát a gear, az biztos, hogy tudjál belőle craftolni hűtőt, ilyesmit. Flingomatikot. Hogy túléld. Ami még nagyon fontos, az a... Hondius Shurtius. Ami nekünk még nincs. Megették a pókok az összetevőjét. Itt igazából minden évszakhoz van valami, ami fontos, szóval akár a flingomatikot is mondhatnám. Hát ilyen általánosságban fontos dolgok, azok szerintem a... Ja, a gear, a walking-ként, tehát amit a Valrosztól lehet szerezni, ezt mindig használjuk. Járóbot, vagy nem tudom milyenek remel magyarul. Tényleg, igen. Járóbot. Akkor ez a világító sapka, ami rajtam van, ez szintén csak fontos, és megint csak a Valrosztól a Sanity töltő sapka. Meg az izék, hát nyilván a craftoló cuccok, amikbe craftolni lehet. Hát persze, persze, igen. De ez nagyon alap. Híjj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 
begyújtott tűz adja a fényt. Aztán kiderült, hogy mégsem. Ugye begyújtok aztán akkor. Mindegy, most úgyis reggel lesz. Visszarakok egy gombát. Amúgy pont kifognak... Skolba fel lehet díszteni a karácsonyfát, közben az megnőtt. Pont kifognak folyni a flingomatikokban lévő nyersanyagok. Úgyhogy új évszak van. Nem? Mhm. Uh-huh. Hello. Készült egy dragon pie. Sétapálca, az. Sétapálca, igen. Csak nem meg... tudom magyarul sajnos. Meg gondolkozok még. Világosabb víz körül van. Világosabb víz, hát na, még nem is találkoztunk. Vagy igen, csak nem vettük észre. Hát nem tudom, mennyire látványos. Voltatok már malbatroszozni? Még nem, de kerestük már. Tehát, hogy kerestük egy csomót, még nem találtuk meg. Hát összefutunk vele akkor, majd megint megpróbálkozunk. Még vannak kutyák. Azt nézem, hogy olyan, mintha nem lehetne szétütni azt a karácsonyfát, ami felgyulladt. Hát hammerrel pedig talán csak-csak. Hammerrel próbálom, de nem. Igazából láttam rá lehetőséget, csak annyit mondta, hogy nagyon szép volt. Megállapította a karakterem, hogy csodálatos volt a karácsonyfánk, de úgy egyébként... És hol van a dísz? Annyi cuccot fölvettem, hogy... Annyira fura, hogy ezek teljesen új helyeken még nem is voltam itt, és te valószínűleg már rég felfedezted, ja. Nekem még full új. Úristen, mi van itt? Nem hallottam, hogy jöttek volna kutyák, de egy kutya adagot azért elkaptam így is. Igen, azokat még én vezettem oda. Ó. Hát... Mondtam, hogy arra vigyázz. El kell intézni valahogy. Én arra szoktam menekülni. Rokolom. Meg valamit ültetni kéne, mert most nem akarok télen úgy járni, hogy nincs mit ennem. Nem tudom, hogy csapjam le őket. Ah, ezeket nem leszek lecsapva. Köszi szépen, Bari! A csillagokat, illetve Zsoltnak is megosztást. Á, vannak itt bifalók, hála éjnek. Végre valami, vagy valakik. Na hát így is felgyullasztanak egy erdőt, szuper. Szép munka volt. Oldjátok meg egymás között, please! Mi történik? Mindenki támad, de miért engem? Disznó vs. Ilyen ez a játék. Ilyen igen. Ez a játék. Disznó, malac, minden. Kutya. Na, most? Ögyben.
Szóval ez egy új hely. Nem is voltam. Csupa-csupa felfedezni való. Végre találtam bölény kakkantást. Volt-e már Antlion? Ja, pont a streamelni meg tudtuk csinálni az Antlion-ös harcot. Egészen jól sikerült. Az utolsó sebzés leszámítva. Utolsó sebzés áradatot leszámítva. Én most nem haltam meg szerencsére. Úgyhogy most felcseréltük itt a szerepeket. Boss harc közben. Ja igen, kartográfer deszket akartunk még készíteni, tudod. Hogy a felderített dolgokat lássuk. Ja tényleg, igen. Bencelumnál Islandon van, de hogy is. Nem találtuk még meg sajnos. Olyanból esetleg nem akarsz készíteni? Miből? Kartográfer deszkből. Hát más tervem volt, de hogyha nagyon fontos, akkor... Nem muszáj, csinálok. Csak kérdeztem, hogyha esetleg nincs semmi projekt. Sör? Nem is sétáltam el sörök mellett. Olyan nem történne meg. Ne! Mi történt? Majdnem szétszedtem Hammerrel az egyik beatboxunkat. Ki akartam venni bőle a mézet, és egyből izé elkezdte ütni a hülye. Szerintem ezt a Hammert le is rakom, mert ez nekem itt veszélyes a kezembe. Sáskával találkoztatok-e már? Sivatagos részen spawnol. És homokvihar van körülötte, nyáron, tavasz végén, ősz elején viszonylag erős, és azt szeretném kérdezni, mi lesz még ebben a streamben. Felfedezés lesz ebben a streamben még, és hát kb. Megpróbálni bepozícionálni, hogy hol lehet a Lunar Islandnek a helye. Meg esetleg ilyen kartográfer, tehát ilyen kraftolásos dolgok. A sáska szerintem az az Antlion-re gondolsz, nem? Hát valószínűleg, mert így leírtak alapján. Igen, a leírtak alapján az az Antlion. Ezt most győztük, nem? Na meg is nézem például, ha már felfedezés, akkor ez például hova vezet? Ez a wormhole. Miért van nálam a Nightmare amuletted? Nem kettő tudom. Kettő is volt nálam. Az fura. Ó, ez rögtön a... rögtön a Dragonfly-hoz. Ami ilyen... nyári Dragonfly. Vagy nem tudom, inkább ilyen karácsony Dragonfly kinézete volt. Ó, eléggé lement most viszont a szenitim. Taffit kellene készíteni, nem csak az botot akartam szedni. És van is nálam kettő darab bot, úgyhogy akkor elkészítem a taffimat. Azt majd töltek egy jó kis szenitit, meg ételt, meg minden ilyesmit. Te jó ég, mennyi méz van! Ezt imádom a legjobban ebben a játékban, amikor ennyi mézünk van. Igen, ezzel most... már nem leszek olyan nagy bajba télen, de azért még szeretnék felkészülni. Raktároz fel rendesen, mert muszáj. Következő évszak az már a tél. Ha most nem raktározunk fel, hát nem lesz több esélyre. Tudom. Észben tartom a dolgot. Készül a taffim is. Hát most elméletileg van 24, meg 2x, nem 4x40 darab mézünk, szóval azért az már elég kellene, hogy legyen, ha csak mézen élek akkor is. De azért szeretnék egy kicsit változatosabban étkezni, mert az fontos. Nem tudok felrakni sülni. Mármint, hogy legyen egy kis finny, és ne ezt használjam. Ezeket még nem ástatni? Jaj, már jönnek a kezek! Ne! Ez meg mi a bánat, amit találtam? Egy keverő fej. Amúgy most, hogyha aludnék, ja. Vajon? Érdekes. A karácsony falat. Ó, már most képes esni az eső. De jó. Hát, Andi. Kipróbálom. Good luck. Azzal egyébként is alacsony. Ha nem vagy itt a környéken, akkor mi történik? Kaptam ajándékot! No. Elég csak jó retek messzi. Igen. Nagyon remélem, hogy nem csináltam semmi rosszosságot, a mai nap is tele lesz jó cuccokkal, de elnézve a csomagolását, ez egy jó ajándék lesz. Ez egy jó ajándék lesz. Már följön megy egy kicsit a szenitim. Na nézzük. Unwrap.
Kaptam egy Varus sapkát. Ez már most olyan értékes. Egy múrókot, meg három darab chocolate lokkéket. Múrók úgy látszik, az mindegyikben van. Kivéve, hogyha nagyon rosszak vagyunk. Meg kaptam egy... hát én nem tudom, ez melyik bossnak lehet a karácsonyfadíszet, de kaptam egy karácsonyfadíszt. Itt még van három kutya, ezt nem hiszem el. Ott sok van, ott nagyon sokat ott hagytam, szóval az... No. Please. Simán lehet, hogy ott még fogsz találkozni velük. Úgyis sok, szakadjatok le rólam. Most kellene jó sok magvat gyűjtenem, csak... Ibrella? Teleportálást tudok. Ezt lehetett az Ibrellát javítani, Bence? Nem, ugye? De, azt lehet, lehet. Azt lehet? Ugyanúgy szövőkittel. Ez az, király. Akkor viszont azt használom inkább. Amúgy ez kis esőzés lesz valószínűleg. Várt nekem Patrik az eső, tudom, hogy alapból a szenitimet nem viszi le meg ilyesmi, meg nem esnek ki a kezemből az eszközök, viszont fagyni ugyanúgy fagyok. Tehát ezzel a legeslegelső tavasszal megszívtam, hogy én is utána néztem, hogy annak a karakternek nem árt az eső, aztán ért meglepetés, meg is haltam, ahogy elkezdtem fagyni, úgyhogy nem akarok kockáztatni. Igen, el tudom olvasni Szelena, amit írtál. Természetesen, hát most élőben megy a stream, úgyhogy látom, amit írtál. Szóval magvakat kellene gyűjtenem. Minél többet, remélhetőleg találok is. Nos, merre nem voltunk még? Például ezt a Wormhole-t még nem néztem meg. És van egy triggert. Úristen, de jó, hogy mennyi... kő, meg fa, meg minden van itt. Nézzük. Wormhole, te itt errefelé mit mutatsz? Először is errefelé már nem lesz semmi. Wormhole-unk. Amúgy nekem is van még egy terület, amit nem fedeztem fel. Lehet, hogy akkor arra megyek most én is inkább magukat gyűjtögetni. Magukat úgyis találok bárhol. Mihez kell ez a sok arany? Hát aranyból soha nem elég. Tehát ugye az aranyból készül összes cuccunk, a villámhárítók, a mindenség is. Régi kari fa maradvány alatt aludni is lehet? Kapunk akkor is ajándékot? Hát... Szenet, ami maximum lehullik a fejünkre. Igen, nem hiszem, hogy az annyira már tetszene Charlie-nak, hogyha az alatt alszunk. Bár aztán lehet azt mondják, na nézd a hülyét! Hát ezt nem hiszem el. A karácsonyfájáról se tud gondoskodni. Na jó, ezt lecsapjuk. Hogy beugrott a vízbe? Még mielőtt bajom esne, azért vágok egy kis fát magamnak, mert kellemetlen lenne, ha nem tudnék tüzet rakni estére. Na, viszont ezzel akkor úgy látom, hogy az összes területet felfedeztük. Te nem, az alsókat is láttad, amik van, itt vannak lent? Érdekes, az alsókat nem. Én most oda megyek. Akkor csinálok én Cartographer's Desk-et. És akkor fel, egymásnak fel meg tudjuk mutatni, amit felfedeztek. Jó. És akkor elég csak egyikünknek fel, tehát megmutatni, hogy mi volt a másiknak. Igen, az az item, amivel meg lehet itt together-ben mutatni azt, hogy a másik éppen hol járt. Kár, hogy nem alapból mutatja, hogy mit fedeztünk fel így közösen. Az, hogy túl egyszerű lenne, tudod, jó? Ez Dawn Serve, az, hogy túl egyszerű lenne. Birger? Tényleg, ő erre van. Megint lehetne vele egy csomó mindent csinálni. Fát vágatni, követ bányáztatni, bosszokat megölni. Birger egy szuper dolog. Jujjujj! Úristen, mennyi van itt? Egymást, hallod, egymást ölik a tollbőrdök. Az tök jó. Négy darab tollbőrdás egyetlen egy kockán. De minek vesznek ezek össze egymással? Nem tudom, nem szerették egymást. Na nézzük. Köszi szépen, Ricsi. Ezek is ilyen érdekes újítások, a Fish Oscale-O-Matic. Vagy Fish Scale-O-Matic. Ez például... Meg lehet vele mérni, hogy mekkora halat fogtál. Igen, egy kis akvárium, ami életbe tartja a halat, amit kifogtunk. Tehát így meg tudjuk így nézegetni, és mutatja, hogy milyen kilós. Milyen súlyú. De hát,
Minek nekünk na ez hát, az egész? Hát. Úristen, 4 darab log is kell hozzá. Jézus! Drágám, nem adják ingyen? Hát nem. Mindegy, csak egyszer kell megcsinálni. Például ehhez is kell arany. Ó, hát Bence, itt még vannak nagy területek, amiket nem fedeztünk fel. Hát arra vagyunk, felfedezzük, és aztán majd hát ezzel betűklőni, hogy hol lett. De nagyon gyanúsan abban az irányban van, amerre elkezdtünk elmenni. De be is van kövesedve. Még hasok is vannak még itt. Ó. Saltboxot készítsünk, akkor kell valami ez? Hát készítettünk, kipróbálhatjuk. Jó, az is egy újdonság. Arra mindenféleképpen jó. Ja, nincs elég kövünk. Hát akkor majd máskor. Tentacle decoration. Amúgy két dologért is felmehetnék, mind a kettőhöz kell a rengeteg log. Kell lassan itt viszont tábort kellene vernem. Ó, itt még vannak sírkövek is. Van nálásom? Nincs. Meg malacház is van itt. Úgyhogy majd itt azért érdemes még körbenézni. Ugye nem fog rám támadni a hülye pók? Nem már! Jó, no, megint meteoroszóna. Egész ilyen körbe-körbe. Red zone! Te utálom ezt. Ugye, hogyha megtámadom, akkor jön az összes többi. Enni akartam nyugiba lenni, de nem. Szemét a játék. Na jön még egy, de jó. Pedig meg se ütöttem direkt. Ez nem egy barátságos hely. De egy nappal elalszanak a pókok, nem? Szerintem igen. Vagy visszamennek helyükre. Nem baj, menjenek. De még olyan sok van hátra ebből az estéből. Túl sok. Menjétek már haza! Senki se szeret titeket. Én nem úgy szeretem a pókokat. Mi? Én nem úgy szeretem a pókokat. Van is egy itt az asztalomon. Na jó, a plüspók megint más, mint ezek. A plüspók az aranyos. Ezek nagyon idegesítőek. A karakterem is úgy örül, ahogy csak tud. Belém is mart az egyik. Tarantulát, vagy nem tudom. Na jó, inkább megyek innen. Menjetek haza. Na, malacház, még egy malacház, ez malacfalú lesz? Ah, fel is díszítetted a fát, látom. Igen. Király. Van itt egy csomó, mennyi malacház van erre felé. Hány malacfalunk van amúgy még, tényleg? Hát ezek nem falvak, hanem csak ilyen, tudod, itt egy varusz izéje. Ah, no. Még mindig melegszem, hát ilyen nincs. Mi az izébe, esőbe? Aha, vagy hát így közel álltam a tűzhöz, de hogy ettől függetlenül még mindig elkezdett melegedni a karakterja. Na jó, de Webber olyan karakter, ez egy dolog, hogy ő vele neki nincs baj a pókokkal, hogy ő meg egyébként kb. Semmelyik másikkal nem tud normálisan együtt játszani. És akkor bár mondjuk így, hogy Breeze karakterrel vagyunk mind a ketten. Map scrollhoz kell még... valami, nem tudom mi. Akár lehetett volna az egyikünk Webber, mert mindig az volt a kizárók, hogy akkor nem lehet malacfalu. De hát most igen. Egész jól boldogulunk nélküle. De ez legalább két új karakter, azért mégiscsak. Hát igen, csak hogy... Szó volt arról, hogy a pókok. Micsoda? Pókok? Pókok! Most nem mennyi pók van itt? Jaj! De kellett volna hozni a mörmöket. Birger a Hazard bácsi! Jaj, ez a tegnapi streamből. Igen. Amúgy igen, tényleg össze kéne verekedni valamivel, vagy valakivel. Beteg volt a tegnapi Hazard bácsi stream. Úgyis kéne egy... egy adag fa hamarosan, szóval lehet, hogy a Birger be lehetne vetni favágásra, az úgyis annyira fun. A legjobb módja a favágásnak, meg a kőbányászásnak. Annyi kövesedett fa van itt. Azt a mindent, itt szinte az összes fa megkövesedett. Hát egy-két helyen már igen. Na nézzük. Igen, Webber is szörnynek számít. Csabinyú falu. Ja, megöltük Csabinyút.
a Dawnstar-ban. Meg most már Varus-t is. Nekem kifejött a játék? Csak parom lassan connecting-el. Ú, remélem, hogy nem. Igen, az vicces lenne. Akkor engem is kidob. Ez elég kellemetlen lenne. Van egy wormhole, jól látom. Jó, van itt egy wormhole. Szóval hova visz? Ami ezekben nyugodtan ugráljunk most már bele. Egyik se lesz probléma, hogyha nagyon messze elvisz minket. Valakit meghalt. Szia, Réka! Ez mi? Tudod, mit találtam? Sophia, welcome back again. Amit még nem találtunk meg, Bence. Na? Azt a Moon idézős cuccot. Ó, tényleg, az jó. Meg az izét se találtuk még meg, nem? Ahova a szobrokat kell visszavinni. A Lunar Islandet leginkább, szegény Goldmannek nem találtuk meg. Itt van egy ilyen idézőpont. Unfortunately we can't find the Lunar Island. Találtam Touchstone-t is. But maybe next time. Tényleg a Touchstone is jó, meg a Touchstone is jó, meg a mit mondtál azt az idézőt, és nem végre, hát hogy lehetett ilyen sokat gondolkozni ezen? Itt voltam ábbe töltőképe, hogy 10 percig. Malac! Jön a malac! Na végre. Neked kell, akkor hozzak fel rohasztani való kis bogyót. Hogy újra tudja tölteni a miner helmetedet. Igen, az jó lenne. Mert most jelenleg hány százaléka van a miner helmetem, ugye nézem. Hát beugrok ebbe a wormhole-ba, megnézzük hova visz. Nem is látom. Ja, 49 százalékon van. És egy mocsárba hozott föl. Ez, hát ebbe még nem ugrottunk bele, ne viccelj. Lol. Oké. Na megint egy 10 perces töltőképernyő. Hello! Mire jó most az alany? Most megleptem magamat. Az amerikai különleges erők minden a frontra bevetésre küldött katonának. Táskájába helyeztek el egy szintiszta aranyérmét. Ha a katona elveszne, akkor tudjon valamivel fizetni, mert az arany a világ bármelyik pontján értékes, és lehet vele fizetni. Ezt nem is tudtam. De kicsit drágák voltak akkor azok a katonák, nem? Mert hogy ez így wurf, tehát annyian haltak meg, hogy... Milyen jó járt, aki talált egy halott katonát. Jézusom. Aranybánya. Tényleg, de amúgy tényleg rengeteg arany ment úgy akkor a sírba konkrétan. Főleg aranyfog formájába. Igen. Ezért kellett volna mindenkinek aranyfogsort csinálni. How long will the stream last? Maybe 10 minutes? Nem tudom, kb. 10 minutes. Már nem olyan sok igazából. Hát, gyűjtögetünk, és fejlesztünk a következő alkalomra. Hát, ha akkor még egy nagyobb valószínűséggel meg tudjuk találni ezt a Lunar Islandet. Én minden egyes streamer úgy érzem, hogy egy fokkal mindig közelebb jutunk hozzá, és közben egy csomó minden másik szintén csak egy csomót haladunk. Amivel alapból nem tervezünk, de aztán mégis. Ó, van egy újabb angol, nézzünk. Megint, na kicsoda. Adil Ekrem Akpinar. Ankorában lakik. Ez elég, gondolom török. Ez elég realnek hangzik. Hi. Durva, durva. Hi, Adil. Tényleg sok az angol. Ezt rá lehet rakni, hogy Úristen, mi van itt? Ezt is? Úristen! What is going on here? Mi történik veled? Hát... a mocsár, csak a szokásos, tudod. A mocsárba léptél ki? Nem. Kellemetlen. Nem kiléptem, csak... ugye jöttem papírt gyűjteni innen. És hát itt aztán történnek a dolgok rendesen. Amúgy itt erre még jobban le van vágva, Bence. Szerintem erre kellene, hogy legyen a Lunar Island. Melyik az az erre? Hát itt a legalsó rész, amit most fedeztem föl. Jesus. Szinte csutkára le van vágva. Én megnézném ezt a részt a helyedbe. Jó. Majd. Nyilván most már nem, mert... Következő szerintem amúgy tényleg elmehetünk arra.
Tudom mit? Menjünk haza, és akkor megmutatom, készítsük el egymásnak. Most már magyarul is elfelejtek beszélni. Azokat a dolgokat. Lássuk a más. Na, nem bírok beszélni magyarul. Szóval lássuk, hogy mit terített. Cartographer table-t. Igen, az már megvan, de hogy el tudjuk készíteni a benne lévő térképeket, hogy lássa a másik, amit mi látunk. Oké. Okay. Na, ezt még csináljuk még ebben a streamben, és akkor az úgy érzem, hogy akkor kellő zárás. Legalább te is látod, hogy mi van lent a bányában, és én is látom, mi van itt a felszínen. De oda külön-külön kell csinálni, a bányába is, meg a felszínre is. Igen, és külön-külön csináltam is egyet, most már csak a papír kell hozzá. Ja, jó, oké. Kb. 10 minit van még, mintha magamat hallanám. Köszi a csillagokat! Hát ezért, mert így legalább mindenki megérti. Szófia is, meg a magyar nézők is. Oké. Kb. 10 minit, ilyen hunglis. Na. Jöhet akkor? A cuccmáker? Csináljuk, persze. Micsoda? Kutyák! Na bakker! Ja, látom most már a kartográfer deszket. Mi a sok cucc ez itt? Ah, azt nem hiszem, nem akartok még ezeket a kutyusokat ide. Nem baj, legalább legközelebb tudjuk, igen, hogy kutyatámadás után voltunk, bár úgyis el fogjuk felejteni, de tudjuk. Van nekem itt olyan sapkám, ami jobban védene ennél, vajon? Szerintem nincs. Kis kakát azért összegyűjtök. Jajjaj. Jönnek a kutyák, Szófia! Azt mondta, hogy neki tetszik, vagy ők szereti a kutyusokat. We really like doggos too, but not these ones. Ah! Au! Oh no, ezt is megölték. Hát yes. Te most triggerdal verekedted őket mindig? Ameddig voltak, most már nincs több trigger. Jajjajjaj! Teljesen elbambultam egy pillanatra. Ez kutyatámadásnál annyira nem szerencsés. Az a baj most, hogy meghaltak a triggerdok, én nem is tudom, mi lesz így a következő. Neked megvannak még a bölények? Megvannak a bölények, persze. És hol vannak azok a bölények? Itt vannak lent a mékasunk alatt. Tehát ez nagyon közel van a bázishoz, nem? Majd, de nincs más. Igen, el tudtam volna bújni a csigaházba, csak az ugye még akkor jó, amikor nem látják, hogy ott vagyok. De valóban meg tudtam volna tenni, csak hogyha látják, hogy bebújtam, akkor ugyanúgy támadnak rám sajnos. Messze metek! Nem bírnak magukkal. Jó, ezek itt már el vannak. Na, jöhet akkor a lényeg, a java. Várjál, még azért a mézeket összeszedném, amiket kidobáltam. Leszek egy light bulbok. Van 5 darab honey-m. Honey. De aranyosan mondtad, te jó ég. Na jó. Szóval mi kell akkor? Craftolsz ezeket? Craftolok, igen. Papírosokat? Papírosokat, nézd. Először készítek neked itt egyet, és akkor látod, hogy amit... Oké. Thanks, Adil. Aha. Tessék, ezt szerintem te már meg tudod tanulni. Először nézd meg a térképet, hogy anélkül mennyi van felfedezve, és utána a térképpel együtt mennyi van felfedezve. Hát nekem amúgy itt fönt majdnem minden fel van fedezve, de oké. Oké, és... És most te is csináld meg ugyanezt. Aha, jó, egy kicsit több lett így. Akkor mit csináljak? Abból a kettőből itt össze tudsz craftolni egy térképet. Aha. És azt add ide nekem. Odaadom neked. Köszi. Na nézzük. Aha. Nézzük, alul ugye nem látunk semmit. Na. Köszi Armin a csillagokat. Zsír. Zsír? Oké, és most nézzük meg a lentit. Ugye lent lesz nagy változás nekem, én lent jártam nagyon sokat, te megszíd és sem ennyit. Igen. Látod? Ott van még egy elég nagy terület. Ja, tényleg mindjárt nézem. Aha. Itt tényleg elég durván egyenesen sem van levágva. Szerintem inkább arra felé lehet. Hát emberek, meg kéne szavaznotok. Akik
kicsit jobban jártasak a Dawnstar-ba és a generálásába. Vajon melyik? A lenti rész, vagy inkább itt a fenti részen van nagyobb eséllyel? Aki már látott ilyet, hogy le van vágva a világ, és hogy valahová generálódott Lunar Island. Mit mondtok? Már dízdolgózzá, rude! A döntés a ti kezetekben a van. A döntés a tiétek. Szóval ezeket a gombákat azért csak összeszedem. Majd mindenféleképpen figyelmeztessük a következő stream előtt, hogy rakjam be azt a modot, amivel látom az évszakokat. Jó. Mert ez így nagyon rossz, hogy nem tudom, hogy mikor, meddig, melyik tart. Rossz ez a vanilla. Na? Igen? Meg velek itt lent. Menjek le? Hát igen. Jó. Ha már ez volt a terv. Nem, csak... Mindegy. Én is csinálgattam még itt egy-két dolgot. De akkor megyek le. De egyébként te sokkal többet láttál ott a lenti részből, vagy? Hát itt lent hatalmas területeket fedeztem fel, igen. Jó. Tehát, hogy így... Ezeket óriási változás lesz. Hát igen, bárcsak látnám azt, amit már te látsz. Mert akkor iszonyat satisfying érzés lenne hirtelen átváltani abba, hogy majdnem az egész underground fel van fedezve. De sokáig tölt. Ugye? Nekem is itt volt egy nagyon hosszú töltés most. Nem fog lefagyni. Én is azt hittem, hogy... Szeligig kellemetlen lenne. Végül csak sikerült. Na, itt vagyok. Igen? Na, oda is tettem. Map scroll. Ezt tanuljam meg. Aha. Húha, tényleg jó sok mindent láttál már. Ugye? Hát nekem fölösleges lenne csinálni, mert... Igen, neked nem kell itt abszolút, meg nincs is több nyersanyunk hozzá. Na, hát akkor felfedezés stream plusz a Lunar Island stream, ami most inkább Antlion-ös stream volt. De akkor szerintem nagyjából a végéhez értünk. Igen. És akkor az lesz, hogy akkor a következő alkalommal innen fogjuk folytatni, remélhetőleg Sofia és Antonio társaságában. Oh. Úgyhogy, ja. Várunk mindenkit. Köszönöm, még haza szaladnék. Remélhetőleg egy Lunar Island-es folytatással. Én nagyon örülnék neki tényleg, hogyha most már meg lenne. Hát csak meg fogjuk találni. Majdnem az egyetlen olyan része, amit még nem láttunk ennek a játéknak itt a mentésen. Ennél már csak a ruins lehet, hogy tartalmazhat meglepetéseket. Nos, úgyhogy köszönjük szépen tényleg mindenkinek, hogy itt volt.